Itt a dr. Kovács Pál megyei könyvtár és közösségi tér klubjában indult a 7. internetvers fesztivál, mely a Költészet Hete programsorozat egyik kiemelt kísérő rendezvénye. Sikerét nem csak az évek jelzik, hanem a költők és a zenészek visszajelzései is, hiszen valójában ez az ő találkozójuk. Az alapötlet az, hogy nagyon ritkán adatik meg, hogy költők és zenészek úgy találkozzanak, hogy ő verseikre írt dalokat élőben, jelenlétükben meghallgathassák. Mennyire szeretnénk mi is, hogyha még a József Attila versekre írott dalokat is hallhatná a szerző, hallhatnánk a véleményét, és itt élnek körülöttünk a költők, és ezt megtehetjük. És ezért érdemes egy találkozót szervezni, hogy egy évben egyszer összejönjön a két tábor, és eszmét, és dalokat, és verseket cseréljenek. A tapasztalat az, hogy a költők szeretik, ha műveik zenei köntösbe öltöznek, hiszen így lehetőség van arra, hogy egy sokkal szélesebb közönséget szólítsanak meg. Kis Anna, kétszeres József Attila díjas költő vallja, ez a fajta komplexitás lélekmozgást is eredményez. Az én dolgaimon gondolkodni kell, de azt hiszem, hogy mint a villám áll bele az olvasóba, ha megérti, hogy mennyire igaz. Tehát mély és igaz dolgokat szeretnék írni, egyetemeset. Na most magyar nyelven természetesen is, magyarul, magyar gondolkodásmódban. A fesztiválra ugyancsak ellátogató Grillusz Vilmos a maga eszközeivel próbálja megszólaltatni a verset, így szolgálva a költészetet. Nyilván benne van egy olyan hangulat, amit én adok hozzá a vershez. Ezt a hallgató már készen kapja. Most, hogy ez, ennek van előnye és van hátránya is. Amikor az ember egy verssel találkozik, akkor ugye maga döntheti el, hogy neki az mit mond, amikor egy énekelt verssel, de akár egy előadott verssel, és hiszen színész is értelmez, akkor már készen kap valamit, amit már más hozzátett. Az még mindig hagy elég sok szabadságot. De ez a plusz hangulat, ez az előre értelmezés, ez az, amit mi hozzá tudunk tenni. A háromnapos programsorozat további vendégművészekkel is kecsegtetett. A könyvtár klubja mellett a szabadhegyi József Attila Művelődési Ház is izgalmas találkozókkal várta az érdeklődőket. A megnyitóról hosszabb beszámolót szerdai kulturális magazinunkban láthatnak televíziónk nézői.